Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, főzőcsapatot, a már 9 évre megrendezett Főzünk, Együnk, Fürödjünk, Együnk rendezvényen. Ma a családoké, barátoké, munkatársaké a főszerep, és persze az ízletesebbnél ízletesebb ételeké. Az előző évhez hasonlóan A kategóriában a vadhal ételeket, a B kategóriában a pörkölteket, C kategóriában pedig az egyéb ételeket hozhatja zsűriztetésre a csapatot. Most pedig felkérem Toldi Balást, Gyomándőd város polgármesterét, valamint ezután felkérem Rau Tamást, a zsúri elnökét, hogy nyissák meg a rendezvényt. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy felvezetőben elhangzott minden, ami a főzőversenyel kapcsolatban érdekes lehet és fontos lehet. Úgy gondolom, hogy a mai 9. alkalom egy picivel másról, hiszen a Csepke Óvodai Alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően egy egész napos, egész délutános és egész estés rendezvényen is részt vehetnek azok, akik ma eljönnek ide és mondjuk ezen a főzőversenyen főznek és versenyeznek. Gratulálok az alapítványnak a sikeres pályázatához, bízom benne, hogy sok ilyen sikeres pályázat lesz még, ilyen sikeres pályázatban lesz még részük. A főzőverseny részvevőinek nagyon jó munkát kívánok, jó szórakozást kívánok, hiszen ahogy elmondták most a barátoké, a családoké és a munkatársoké a főszerep. Bízom benne, hogy aki eljött, azt csapatot építeni és jól fogja magát érezni. A zsűrinek viszont nagyon jó munkát kívánok. Sok sikert kívánok még egyszer mindenkinek. Köszönöm. Jó sokszor, őszinte tisztelettel és alázattal halljuk meg előttetek.